Kövér László egy személyben letiltotta a Mi Hazánk Mozgalom cigánybűnözés visszaszorítását célzó törvényjavaslatát, mert szerinte az az országgyűlés méltóságát is sérti. Noha a legfelsőbb bíróság már 2010-ben megállapította a cigánybűnözés szó használatának jogszerűségét, a közmédia akkori hasonlóan önkényes tiltása esetében. Ha a cigánybűnözés szót betiltanák, pedig inkább magát a cigánybűnözést kellene tiltani, akkor ennyi erővel nem beszélhetnénk politikus bűnözésről, vagy fiatalkorú bűnözésről sem, pedig egyik kifejezés sem általánosítást jelent, pusztán olyan tipikus bűnelkövetési formákat, amelyek specifikus megoldási javaslatokért is kiáltanak. Egy politikus például jellemzően nem biciklit lop, hanem egyből akár több milliárd forintot, amiért például a mentelmi jog megszüntetése szükséges. Ugyanígy a cigánybűnözés esetében is vannak speciális megoldási javaslatok, hiszen például a lincselés visszaszorítása a garázdaság jelenlegi szabályozásának megváltoztatásáért kiállt. Ezért nyújtottam be a törvényjavaslatot, melynek címe az volt, hogy a cigánybűnözés visszaszorítása érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi századik törvény módosítása. Ez az, amit egyébként Kövér László szeptember 12-én ki is jelölt az illetékes szakbizottság számára. Azonban úgy tűnik, hogy később valami külső nyomása talán mégis most jóval később, hetekkel később letiltotta egy személyben döntést hozva, az országgyűlés méltóságára hivatkozva. Tehát úgy tűnik, hogy a politika, illetve az országgyűlés napirendjére sem kerülhet, még szakbizottsági szinten sem ez a kérdés, ami pedig minden képviselőt megilletne, tehát az országgyűlés méltóságát inkább az sérti, hogy egy megválasztott országgyűlési képviselő lényegre törő című, de szakmailag is kidolgozott javaslata nem kerülhet az országgyűlés illetékes bizottsága elé. Tehát a hivatalosan nem létező bűnözés visszaszorítása érdekében szorgalmaztuk azt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyilkossági kísérlet nyomán, hogyha valaki felfegyverkezve és csoportosan követ el garázdaságot, az vonja maga után automatikusan az letartóztatást, mert sajnos most nem ez történt, 2 nap után szabadon engedték a gyilkossági kísérlet elkövetőjét, ezért tüntetett a Mi Hazánk Mozgalom Nyíregyházán néhány hete, ezért nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot, melyet természetesen ismételten benyújtottam, immár azzal a címmel, hogy a idézőjelben rejtett erőforrások bűnözésének visszaszorítása érdekében szorgalmazzuk a büntető törvénykönyv módosítását. Maga a javaslat érdemi rendelkező része természetesen eddig sem tartalmazta a cigány szót, egy öntetően kellene, hogy mindenkire vonatkozzanak a törvények, csak sajnos a BTK-t puhította a jelenlegi kormányzat, amint arra az indokolásban föl is hívtuk a figyelmet, hiszen a jelenleg hatályos BTK szakított a régi BTK-ban alkalmazott rendszerrel, és megszüntette a csoportos és egyben a köznyugalom súlyos megzavarásával járó elkövetési magatartás, mint önálló minősített eset meghatározását. És az Orbán kormány sajnos ezt a korábbi szabályozást azzal indokolta már, mint a puhítást, hogy a garázdaság minősített esetei eltúlzott mértékű, akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegettek. Pedig azt gondolom, hogy az ilyen lincselések, amelyek nyugodtan sok esetben sajnos gyilkossági kísérletnek is nevezhetők, abszolút nem eltúlzottak, hogyha ezt 5 évvel rendelik büntetni. Mi ezért szorgalmazzuk az önálló minősített esetként való megnevezését annak a BTK-ban, hogyha valaki csoportosan és felfegyverkezve, vagy akár kifejezetten fegyveresen követ el erőszakos garázda cselekedetet. És ezzel a minősített esettel és ezzel a magasabb büntetési tétellel tulajdonképpen automatikusan együtt járna az, hogy letartóztatásba is kerüljön az illető. A bírói gyakorlat alapján sajnos a javaslatunk tárgyát képező elkövetési magatartás esetén
az elkövetők a hatályos, tehát a korábbinál enyhébb büntetési tétel alkalmazása miatt szinte minden esetben elkerülik a letöltendő szabadságvesztés büntetést. Éppen ezért szeretné a Mi Hazánk mozgalom a BTK szigorítását e tekintetben is, ahogy dupla büntetést szeretnénk a politikus bűnözőkre, és sorolhatnánk még az élet különböző területein benyújtott, sokszor életmentő javaslatot, hiszen igen, a cigánybűnözésről beszélni kell, sokszor letelt az a bizonyos két hét, nem tettek rendet, lehet természetesen a szabálysértési értékhatár megemelésével, például egy bicikli ellopását már nem a bűncselekmények kategóriájába sorolva, ezáltal a bűncselekmények számát csökkenteni papíron, de valójában az emberek életminőségek, létbiztonsága korán sem lett jobb, éppen ezért szükséges igenis a BTK szigorítása néhány esetben, a cigánybűnözés különböző formáinak visszaszorítása érdekében is. Ezért bár új címmel, a címben kényszerű okok miatt a cigánybűnözés szót kerülve, de e szó használatához való jogunkat fenntartva, a legfelsőbb bíróság 2010-es ítéletére is hivatkozva elvárjuk az országgyűléstől, hogy ezzel a kérdéssel végre érdemben foglalkozzon, és tűzze napirendre előbb-utóbb a BTK szigorításának kérdését.